Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A török korban elpusztult Almád bencés monostorának romjai a Balaton felvidéken Monostorapáti község határában fekszenek. A monostor ásatását 2014 óta végezzük. A kolostor területéről számos másodlagosan felhasznált római kőfaragványon kívül két 11. század közepére kelthezhető faragvány is ismert, ám egyelőre nem találtuk meg a hozzájuk tartozó templomépület régészeti maradványait. A római kövek a közeli monostorapáti római villából származhatnak, a 11. századi faragványok pedig arra vallanak, hogy valószínűleg a monostor helyén vagy a közelében már a 11. században számolnunk kell valamilyen jelentősebb, igényesebb templommal. A legkorábbi általunk feltárt épület a bencés monostor háromhajós, háromapszisos románkori bazilikája. Ennek területén a legkorábbi lelet 12. század első felére keltezhető anonim dénár volt, és hát a templom egyik fontos objektuma még az a sírem, az a nagyméretű falazott sírgödör, ami a templom közepén, a szerzetesi kórus területén került elő. Ezt ugyan teljesen kiürítették a 19. századi kincskeresők, azonban a közelében három olyan újkori kincskereső gödröt találtunk, ami gyakorlatilag tele volt embercsontokkal, valószínűleg ezek azok a csontok, amik ebből a sírból származnak. Más temetkezés magának a templomnak a területén nem volt. A templom északi oldalához csatlakozik egy nagyméretű sekrestye és egy torony, ezeket azonban nem tudtuk egyelőre teljesen feltárni, úgyhogy pontosan az építési periódusbeli helyzetüket nem ismerjük. Ezzel szemben, mondjuk a déli oldalon, a délkeleti saroknál egyértelműen a templomhoz később épül utólag hozzá egy kápolna, egy félköríves apszisú kápolna, amit még a középkor folyamán le is bontottak. Ennek a kápolnának a területét lényegében tömören sírok borították, ezek nagyrészt árpádkori kőládás sírok, de néhány késő-középkori betemetkezés is volt. A templom, vagy a kápolna tengelyében közvetlenül az oltár előtt egy kváderekből falazott női sír került elő, ami egy kőlappal volt fedve, és majdnem teljesen érintetlenül találtuk meg. Közvetlenül mögötte egy hasonló szerkezetű, de valamivel későbbi férfi sír is volt. Ezt érdekes módon egy római sírsztélével fették le, méghozzá úgy, hogy a sztélének ugye a faragott fele volt felülről látható. Látjuk, mellettük további sírok voltak még, amelyek ugyancsak kőlapokkal voltak fedve. A kápolna apszisához utólag hozzáépült egy hatkaríos rotunda, majd itt a feltárt maradványait láthatják, majd a rotunda elé, tulajdonképpen a rotunda templom és a kápolna közé egy kisméretű helységet még beépítettek, ami egy pillérrel volt hozzá kapcsolva a kápolnához, tehát tulajdonképpen a délkeleti kápolnának egyfajta kibővítéseként értékelhető, és ennek a kápolnának a területén is falazott kőládás sírok voltak, ami legalább két periódusban, két szélső, az korábbi, a két belső, az későbbi volt ezeknél, és ott kicsit érdekes, másféle volt a szerkezetük is. A későbbi átalakítások nyomait is megfigyeltük a templomon, így a templom szerzetesi kórusának egy rekesztőjét, egy szentély rekesztőjétnek az oldal elemei in situ kerültek elő, a pilléreken becsapolva láthatóak voltak a rekesztő korlát elemei, és hát nagy mennyiségű olyan fehér márvány faragvány találtunk, amihez a szentély rekesztő korlát rendszerhez tartozott. Néhány in situ padló elem is volt, tehát egy márvány padlóval volt mindez burkolva. Ezhez kapcsolódott egy szószék is, aminek szintén több márvány faragványát megtaláltuk a templom omladék rétegében. Főleg a szentélyrekesztő korlát pillérének egy elég jó analógiája a zárai székesegyház nyugati homlokzatán fennmaradt fríz sor a technikailag és díszítésében is, és hát elég jól keltezi ezt a almádi szentélyrekesztőt a
kórus építésekor keletkezett padlófeltöltésben talált kis 12. századi ólomkereszt, illetve II. Eberhard Salzburgi érseknek a frizáki dénárja, ami alapján mindenképpen egy 1200 utáni építkezést feltételezhetünk. A későbbiekben, a gótikus periódusban is történnek építkezések. A templom nyugati részén valószínűleg alapvetően statikai jellegű megerősítéseket ismerünk. A szentélytől keletre egy apáti ház épül fel, itt a Zsigmond pénz datálja, illetve maga a kerengő és a kerengőhöz kapcsolódó nyugati kolostorszárny pedig valószínűleg a legkésőbbi része a kolostornak. Ekkor ennek építése miatt bontják le ezt a bizonyos délkeleti kápolnát, úgyhogy a kápolna utolsó temetkezése, amit egy 1521-es bécsi fillér datál, val arra, hogy itt egy nagyon késői, közvetlenül a Mohács előtti építkezésről lehet szó. A régészetileg megismert építési periódusokat elég jól összhangban vannak azokkal az adatokkal, amelyeket a monostor gazdag írott forrásanyaga alapján is feltételezhettünk. Ugye a legfontosabb ezek közül az az alapító levél, ami egy 1420-as átiratban maradt fenn, és hát ebből az alapító levélből tudjuk, hogy Almád monostorát 1121-ben egy Atyusz nevű előkelő alapította, aki elmondja, hogy az alapítást tulajdonképpen az ő atya Bánd tervezte, azonban mivel nem érte meg a templom elkészültét, ezért rá és testvérére Miskára bízta azokat a birtokokat, amelyeket nekik át kell adniuk majd a templomnak, és hát ezzel az alapító levélben át is adja Atyusz ezeket a birtokokat, sőt még a sajátjából is mellé kell hozzájuk. Többé, ezen emellett arról is tudósít, hogy Bánd, az az ő mostohanyja, Bándnak a felesége, mielőtt jeruzsálemi zarándokútra indult, szintén egy birtokot adományozott a monostornak. A másik fontos oklevelünk az 1164-ből maradt fenn, egy végrendelet, amelyet az alapító levélben említett Miskának a fia István írt, és hát ebben, mivel azt mondja el, hogy mivel nincsen fiú utódja, ezért a vagyonát Almád monostorára hagyja. Nyilván az első alapításhoz kapcsolódik az érmekkel is jól datált korai templomunk. A második adomány, nagyobb adomány, talán azzal a hatkaréjos rotundával függhet össze, amely egyértelműen a templomnál később épül fel tőle keletre. Istvánhoz hasonlóan jár el 1221-ben, majd 27-ben Sal Ispán, aki szintén az Atyusz nemzetség tagja volt, és szintén arra hivatkozva, hogy nincsen fiú örököse, a vagyonát Almád monostorára hagyta. Elképzelhető, hogy ez a 13. század elejé nagyobb adomány szerepet játszhatott abba a nagy feldíszítésébe, a kórus feldíszítésébe, amiről szóltam. Van egy még későbbi adatunk, ami építéstörténeti szempontból érdekes lehet, bár itt már erősen a hipotézisek területére kell lépnünk. 1508-ban a bencés vizitáció során megemlékeznek arról a vizitátorok, hogy a templomban van egy Szent Domonkosnak szentelt kápolna, aminek rossz volt a teteje, de ezt a egyébként részegesnek mondott apát nem javította ki, és hát ezért már a kápolna is elkezdett romosodni. Hát nagyon gyanús, hogy ez a kápolna talán az a délkeleti kápolna lett, amit kimutathatóan a 16. század elején bontanak le. Ez azért érdekes, illetve hát önmagában maga az adat is érdekes, hogy mit keres egy szentdomonkos kápolna egy bencés monostorban. Amennyiben ugye tényleg arról a kápolnáról van szó, amire én gondolok, akkor ez már csak azért is furcsa lenne, mert ez nyilván van egy 1200 előtt épült kápolna. Ugye a dominikánus rend alapítója, a legismertebb szentdomonkos, őt 1234-ben avatják szenté, tehát több szempontból is nem valószínű, hogy róla ő lenne ennek a kápolnának a védőszentje.
Természetesen vannak más szendomonkosok is, már 1200 előtt is. Hát itt nem, nincsenek sokan. Közülük azonban igazából egyetlen egy van olyan, akinél esetleg fölvethető, hogy valami kapcsolata lehetett Almáddal. Ez pedig Szorai szendomonkos. Ő a 11. századi itáliai bencés reformnak egy jelentős alakja volt. Rómától délre számos kolostort alapított. Ezek közé tartozott Szorai is, ahol aztán 1031-ben elhunyt. És hát ez a sírhelye, ami máig ott látható a korabeli Szorai monostort álló templomában, egy nagyon fontos zarándok helyé vált, nagyon gyorsan, olyannyira, hogy 1104-ben II. Paszkálisz pápa már szenté is hivatalosan is szenté avatta szendomonkos apátot. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy ilyen fontos zarándok hely lett a sírja, hogy nagyon közel fekszik Szora ahhoz a fontos zarándok útvonalhoz, ami ugye a Via Francigena déli szakaszának nevezünk, ami Rómából Brindizébe megy, és hát azon keresztül ugye Jeruzsálembe vezet. Tulajdonképpen egy néhány órás letérés a főútvonalról. És hát ez az a kapcsolat, ami esetleg Almáddal is összehozhatja Szorai szendomonkost, hiszen, mint az alapító levélből tudjuk, ugye gyönyörű úrnő Jeruzsálembe indul zarándoklatra. Ugye ez valamikor 1117 körül történhetett, hiszen abban az időben halt meg a férje, és nyilván ezután ment el zarándokolni. Ugye éppen ezek az évek azok, amikor ugye 1116 és 19 között Velence megtámadja a tengerparti dalmáciai magyar városokat, horvát városokat, és hát ezért ugye egy háború tör ki Magyarország és Velence, illetve a Velence partján álló Bizánc között. Ebben a helyzetben valószínűleg Gyönyörűnek nem nagyon volt arra lehetősége, hogy a szárazföldi utat válassza, ami ugye Bizáncon, a Balkánon átvezet Jeruzsálem felé, míg, és arra sem, hogy ugye Dalmácia felé a tengeri kikötőket elérve induljon el Jeruzsálembe. Lényegében egyetlen lehetősége volt, hogy Itálián keresztül megy el, aminek hát az is indoka lehetett, hogy ugye az ellenséges Velencével és Bizánccal szemben ugye ez esetben az út a pápai államon és a szicíliai királyságon, normann királyságon vezetett át, amely mind a kettő szoros szövetségese volt II. István országának, sőt ugye 1120-ban II. István házasságot kötött a kápuai herceg lányával, tehát valószínűleg az 1120 előtti években több olyan követség is járhatott Kápua felé, amihez akár egy előkelő magyar hölgy csatlakozhatott is, hogyha jeruzsálemi zarándoklatra indult. Szendomonkos apátnak még volt egy előnye az zarándokok számára, őt ugyanis a kígyómarás, kutyaharapás és viharok elleni védőszentként tisztelték, már pedig egy Jeruzsálembe tartó zarándoknak hát bizony nem ártott, hogyha ilyen rekékkel felszerelheti magát. Tehát ilyen módon lehetett indoka és lehetett lehetősége Gyönyörűnek, hogy elvetődjön útja során Szorába, és ott beszerezzen egy erekét, amit aztán hazatérve egy kápolnába helyez el, amely kápolnának aztán az oltára elé temetkezhetett. A monostor temetkezései talán a legérdekesebbek, hiszen két nagy csoportra oszthatóak. Ugye az egyik temetkezési csoport, ez a nagy kripta a templom közepén, de van egy jól elkülönülő temetkezési csoport itt a délkeleti kápolnába és mellette. Ezek egyértelműen, mondhatjuk, hogy kegyúri sírok a nagyon kiemelt helyük és gondos kialakításuk miatt, és hát részben, hogy közöttük számos női és gyerek sír is van, tehát biztos, hogy nem apáti sír. Sírokat kell ezekben keresnünk. A két csoport értelmezésénél esetleg felvethető az, hogy talán az alapító nemzetség két ágának a külön temetkezéséről lehet itt szó. A 1223-as oklevélből tudunk a család egyik ágáról. Ez az egyik első magyarországi magánoklevél, amelyet László ispán adott ki az esküvője alkalmából, és három atyafia jelent meg itt az esküvőn, és egy olyan birtokról állapodtak meg, amit ugye László ispán a feleségének ajándékozott, és ehhez ugye a közeli rokoinak a jóváhagyása kell.
kelet. Ugye az itt szereplő Atyuszbán, Salispán és Miska Ispán minden bizonnyal közeli rokonságban, talán a testvéri kapcsolatban állhattak László Ispánnal. Ugyanakkor van egy 1249-es oklevél, ami a családnak egy másik ágát említi, Dénes fia, Bándott Dénest és Miskét, akiket, ez egy az almádi monostor hitelesei oklevele, akiket a monostor patrónusainak nevez az oklevél. Ráadásul már az itt szereplő Bánd fia később 1274-ben szintén jeruzsálemi zarándoklatra indul, és ekkora úgy nyilatkozik az egyik birtokról, hogy azt az ő őse Atyuszbán adományozta még a monostornak. Valószínűleg itt ugye az alapító első atyuszra gondolhatott, hiszen az volt a templom alapítója. Talán nem túlzás azt feltételezni, hogy Dénes és rokonsága első atyusz leszármazottai lehetnek, míg a László Ispán és atyafiai inkább a család másik ágának, tehát Miskának a leszármazottai lehetnek. Miskáról viszonylag keveset tudunk, nagyon furcsa az alapító levélben való szereplése. Itt ugyanis arról szó van, atyusz, az alapító levélet kiadó atyusz úgy nyilatkozik, hogy Miska is alapítója a monostornak, arról azonban egy szót sem említ, hogy Miska milyen birtokokat adott volna a monostor számára, bár ugye azt elmondja, hogy Bánd Miskára is bízott birtokokat, épp úgy, mint rá, hogy azt majdan adja át a monostornak. Ennek igazából egyetlen oka lehet, hogy Miska még kiskorú lehetett a 1121-es alapító levél kiadása, akkor, és így eléggé valószínű, hogy az ő anyja atyusszal ellentétben az oklevélben említett gyönyörű volt, ugye Bánnak a második felesége. Arról sincsen adat a későbbiekben sem, hogy ezeket a birtokokat átadta volna Miska a monostor számára, így elképzelhető az a felállás, hogy Miskát nem is a monostorba testvére mellé, az alapító testvére mellé temetik, hanem inkább az anyja mellé, a Szentdomonkos kápolnába, és az ő leszármazottai is esetleg ide temetkeznek mellé. Ez azonban egy olyan kérdés, amit nyilván régészeti eszközökkel nehéz megválaszolni, és hát ezért bízunk abban, hogy a jövőben az LKH-nak a Archeogenomikai Intézetével együttműködve lehetőség lesz itt az alapító család csontmaradványainak vizsgálatára és az esetleges rokoni kapcsolatok kimutatására. Úgy vélem, hogy egy Almád egy nagyon jó lehetőség arra, ahol a gazdag régészet és írott forrásanyag alapján egy 12. századi előkelő nemzetségnek a egyházi reprezentációját és családi viszonyaira is betekintést nyerhetünk. Köszönöm szépen a figyelmüket!